Furcsán indult a pályám, valóban úgy kezdtem, hogy nem kezdtem el. Vagyis befejeztem az egyetemet, a műegyetemet, és aztán szociológusnak álltam, és eszem ágában sem volt építésznek menni. A dolog onnan ered, hogy már az egyetem közben, másod-harmad évtáján roppant gyanúsá vált nekem ez a szakma. Mármint az építészet. Egész egyszerűen hiteltelenné váltak azok az instrukciók, ideák, az a gyakorlat, ahogy nekünk tanították az építészetet. Az volt a gyanúm, hogy hamisak ezek az elvek. És valami kell legyen az építészet mögött, ami ezeknek a dolgoknak az igazságát hordozza. Leginkább talán az egyetemen a Megyesi Tamás professzornak a hatására, aki az urbanisztikai tudományoknak volt a hirdetője, én arra következtetésre jutottam, hogy a társadalom van az építészet mögött. Valószínűleg nem volt egy túl eredeti gondolat, minden esetre mindenféle társadalomtudományi tanulmányokba fogtam. Jó pár ponton úgy gondolom rájöttem a nyitjára annak, hogy hogyan is határozza meg a társadalom mozgása, ahogy ezt szokták mondani annak idején, az építészetet. Hogyan magyarázza a történelem és a társadalmi struktúra azt, hogy évről évre, évtizedről évtizedre más és más az építészet. Nem csak stílusában, hanem majdnem összes elméleti, vagy legalábbis elvont eszméjében. Más szerkezeteket alkalmaz, más dolgokat tart fontosnak. A 80-as évek derekán többek közt a én általam is tartott számos előadás következtében népszerű Magyarországon az úgynevezett kontextualizmus. Tehát a modern utáni, a modern építészet utáni posztmodern építészetnek az az európai áramlata, amely a városok történetében vélte felfedezni az építészetet leginkább meghatározó formai tényezőket. Ez volt az, amit az Aldo Rossi és a Robert Kriré hirdettek, és ami valami olyasmit sugalt, hogy az építészet történetben és a történelmi formákban benne rejlenek azok az alapképletek, amelyeket az építészetnek alkalmaznia kell ma is. És miközben ezek roppant vonzó, érdekes, majdnem forradalmi eszmék voltak, én az ellenkezőjére konkludáltam a szociológiai történeti kutatásaimmal, vagyis, hogy minden percben szabad a gazda, minden történeti időszakban újra teremthetők a szabályok, és valójában ezt a társadalom így is csinálja. Magyarán nincsenek formai szabályok, nincsenek történetileg determinált, akár város tervezésre alkalmazható formai képletek, hanem a társadalom önkénye, akarata és illuminációja szab irányt az építészetnek. Vagyis mindent szabad, csak a felelősség nagyon nagy. Én körülbelül erre jutottam már a 80-as évek közepére, ami akkor nem nagyon passzolt bele abba a gondolkodásba, ami itthon és külföldön mondhatni divatos volt.
két építész volt igazán fontos a számomra, az úgymond az indulásomkor. Az egyik Aldo Rossi volt, az olasz építész. Igazából az Aldo Rossi munkáit látva nyert értelmet számomra az építészet. Tehát akkor jöttem rá, hogy ebből lehet nagyon jót csinálni, amit addig nem hittem. Láttam azt, hogy milyen nagyszerű eszmék szerint és milyen nagyszerű színvonalon lehet az építészetet művelni. Ebben az időben hozott össze a sors Makovec Imrével, aki hallva ezeket az előadásokat, amiket az Aldo Rossiról tartottam abban az időben, a Janáki István kérésére, biztatására. És hallva Makovec Imre ezeket a szövegeket, arra biztatott, hogy ne csak mondjam, hanem próbáljam megcsinálni is. Tehát igazából az ő biztatására, és azért is, mert munkákat is adott ehhez. A saját megrendelőit közvetítette hozzám, és így kezdtem el az építészeti gyakorlattal foglalkozni, úgymond autodidaktaként, és nem egy hivatalos állami tervezővállalatnál dolgozva, hanem a Makovec Imre mellé elszegődve. A rendszerváltás előtti évek kiválóan alkalmas volt arra, hogy úgymond kísérletezzen az ember. Én, mint Makovec tanítvány, hát Makovec házakkal kísérleteztem ezekre. A mesterem azt mondta, hogy hát jobb Makovec házakat csinálok, mint ő maga. Valóban formai, szerkezeti és telepítési, épületelhelyezési kísérletek voltak ezek. Leginkább én épület szerkezeti és épület szerkesztési kísérletekként éltem át ezeket a munkákat. Hogy mondjam kicsit talán szerénytelenül, hogy amit aztán a következő évtized, nagyjából a 90-es évek hozott a nyugati építészetben az úgynevezett folding építészettel, ami hullámzó síkoknak, mintha szalagok volnának a megtekerésén, meghajtásán alapult, és az épületformákat ezekből az elemi hajtogatásból növesztették ki. Zahadittól kezdve a Peter Eisenmannon át, mára szinte minden építész, nyugati menő építész ezt gyakorolja, például a Massimilio Fuchsas, és még sokan mások. Ennek az építészeti problémának volt bizonyos értelemben az előfutára az, amit én ott a 80-as évek második felében csináltam. Ezek ilyen hajtogatott origami épületek voltak, és ezekből nagyon sokat tanultam. Sokat foglalkoztatott a falnak, mint fontos építészeti elemnek a kérdése. A Makovec Imre vetett föl az egész építészetével egy fontos kérdést, vagy forma problémát, ha szabad így mondanom, ami mára szinte egyeduralkodó lett az építészetben. Ez a héjszerkezetnek, vagy a folytonos felületeknek az építészete. A legnagyobb novum volt, hogy ezekre a kérgekre, ezekre a felületekre sűrítette az egész építészeti mondandóját. Kívülről ezek ilyen burkok, vagy buborékok voltak, belülről pedig kupolaszerű szerkezetek. Ez hozta magával az én gondolkodásomban a folytonos falnak, és ennek különböző variációinak a kérdését. Mára pedig ez az, amit a 80-as évek végétől az említett folding építészet a legkülönfélébb minták szerint nagyít, és a legkülönfélébb módon elsősorban komputeres
technikákkal geometriailag variál. Ebben a folytonos fal és felületképzésben van valami, amit közvetlenül az ember egzisztenciára lehet vonatkoztatni. Legegyszerűbb képlete ennek az emberi aura. És ha az ember rájön, hogy meg kell próbálni ezt az emberi teret, ezt az egyszemélyes teret leírni építészeti szerkezetekkel, akkor óhatatlanul valamiféle zárt felületekben gondolkodik. Ez a 80-as évek újítóitól kiindulva mára a központi formálási kérdésévé és kutatási területévé vált az építészetnek. Hogy ez aztán miként alkalmas arra, hogy a mai kor égető és kínzó kérdéseit interpretálja művészileg, hát erre kinek-kinek a személyes poézise és mondani valója és művészete a válasz. A Makovec Imre mesteremét ismerjük. Ő ezekkel az emberszerű burkaival próbál tüntetni és szembeállítani egy emberi világot a mai pőre, brutális és nyers hadtáp valósággal. Én hasonló alapokról gondolkodtam, egyfajta civil és kritikai építészetben gondolkodom talán máig, szemben azzal a logisztikai építészettel, ami egy ilyen provizórikus baraképítészet, és pusztán a szállítmányozási, raktározási igények napi kielégítését szolgálja. A jobbfajta építészetben ez a forma probléma leginkább nagyításokban nyilatkozik meg ma is. Ugyanúgy, mint a történeti építészetben a legtöbbször, amikor valami érdekes és új dolog született. Ezeket a lepedőket, megcsavart csigaformákat, buborékokat nagyítják a legjobb építészek ma a világban mindenhol, és ilyesmit csinált a Makovec Imre is, és valami ilyesfajta forma problémákkal foglalkozom én is. Organikus építészek sem tanulják meg és veszik fel újra azt a tradíciót, amit például a radiesztéziának nevezünk, tehát azt az építészeti praxist, amit a 18. századig nagyjából követtek még az építészek, a tanult építészek is, hogy a nem látható földsugárzásokat mérni kell tudni, és ezeknek a helyzetét és hatását bele kell kalkulálni az épületek tervezésébe, leginkább a lakóépületek tervezésébe. Hogyha ma valaki igazán komolyan organikus építészet, hagyományos értelemben organikus építészetet próbál gyakorolni, akkor bizony ezeket a kérdéseket is számításba kellene vennie.
nagyon érdekes időszak számomra mostani, amikor az épületek tervezésével párhuzamosan apró tárgyak kigondolásával is foglalkozhatok. Ez egy új világ, ami ha az ember szem elé tárul, és van módja közelről megismerni, akkor roppant izgalmas és magával ragadó tud lenni. Az Alessi cégnek tervezek éppen kis kávés csészéket, mokkás poharakat porcelánból. Én nem egyetlen egy kis poharat terveztem, hanem most úgy néz ki, hogy éppen 72-t. Tudnélik, az a dolog jutott az eszembe, amikor erre fölkértek, hogy vajon meg lehet-e ma már csinálni azt, hogy a tömeggyártás során ne egyforma csészék készüljenek, sőt, ha lehet, ne készüljön kettő egyforma, hanem az a gyáripar, ami 200-300 éve azon alapul, hogy klónozni tud tárgyakat, vagyis végtelen számban hasonmásokat tud előállítani, szavatoltan azonos tárgyakat, azonos minőségben, hogy vajon ez a gyáripar ma alkalmas-e már a komputertechnika és egyéb lelemények révén, hogy ne klónokat, hanem egyedi tárgyakat állítson elő. Arra jöttem rá, hogy ezt leginkább akkor tudnám megcsinálni, hogyha úgy tudnék poharakat előállítani, mint ahogy a virágok születnek, ahogy a virágok bomlanak ki. És ahogy elkezdtem foglalkozni a virágok és a csészék párhuzamával, analógiájával, vagy metaforájával, hisz azért az építészetemben az házaimmal is nagyjából gyakran ilyen alapon foglalkozom, akkor rájöttem, hogy nagyon szoros összefüggés van a virágok és a csészék között. Tehát valójában a csészéknek és a tányérkáknak az alapképlete a virág. Nagyon eszes férfiak a Alessi és az öreg Mendini, akik 20 évvel ezelőtt is kitalálták ezt a kávés készlet, teáskészlet projektet. Akkor 11 építészt hívtak meg, hogy terveznének apró tárgyakat. Tudnélik, a legklasszikusabb dizájn műfaj talán a világon a kávés teáskészlet, vagyis egy-egy kiöntő, még tejkiöntővel és cukortartóval kombinálva. Ha a dizájnt, a tájtervezés világát meg akarják újítani, mert hogy ez volt a szándéka az Alberto Alessinek és a Mendininek, akkor a legjobb egy ilyen készletet terveztetni, az egyébként ezen a területen járatlan építészekkel. No, így jött létre az a 11 tárgy család, amit az Aldo Rossi, a Charles Jenks, a Robert Venturi, a Richard Meyer, a Michael Graves, tehát a előző építész generációnak a halhatatlanjai terveztek 20 éve. Nos, ugyanezzel az ambícióval, tehát a design ideáinak a megújításával fogott hozzá most az Alberto Alessi és a Mendini egy újabb projekthez, és hívtak meg 20 általuk legjobbnak tartott építészt a világból. Megfigyeltem azt, hogy a kávés teás készletek egyes elemei mindig nagyon határozott, majdnem emberies karaktert hordoznak magukon. Ha megnézzük a hagyományos készleteket, a kávés kiöntő mindig férfias, a teás kiöntő mindig asszonyosabb, kövéresebb, teltebb formában hozza ugyanazt. A cukortartó az olyan fiúsabbra van megcsinálva, és általában a tej kiöntő az olyan kisebb és lányosabb. Úgyhogy az én készletem 4 ilyen családtagból állt össze, akik önmaguk egy-egy ilyen karaktert hordoznak,
és összerakva meg egy családot képeznek. A legkisebb gyerekem, a harmadik, a Dudus, ő lett a kiskanál.